Szép estét, ez már a Weekend második része. Az első műsor részben ugye vendégem volt Freddy, aki zenekar társaival 3 CD-t is itt hagyott önöknek. Nyereményjáték következik, a kérdés egyszerű. Melyik évben képviselte hazánkat Freddy az Eurovíziós Dalfesztiválon? A, B, C lehetőséget is mondok. A lehetőség 2014, B 2015, C 2016. A beszélgetésből amúgy kiderült, meg hát az internet barátunk, az alábbi elérhetőségekre lehet küldeni a tippeket névvel, telefonszámmal ellátva. Na de most a Sporti lesz a főszerep, talán, mert hogy vendégeim a Krúdi Sportalapítványtól érkeztek, és a holnapi Krúdi Festről fogunk beszélgetni Szerényi Róberttel és Szekrényes Zsolttal. Szervusztok! Szervusztok! Reméljük, hogy jó idő lesz holnap, szombaton, hiszen Krúdi nyomába lehet indulni. Hogyan, milyen keretek között? A rendezvényt a Sportalapítvány szervezi. Az lenne a célunk, hogy az iskola diákságát és a szülőket is minél jobban megmozgassuk. Tehát alapvetően iskolai rendezvény, de alapítvány működteti ennek a rendezvénynek a szervezését. Hogyan kell elképzelni ezt a rendezvényt, mert hogyha nekem Krúdit emlegetnek, akkor mondjuk egyből eszembe jutnak a finom sóstói ételek, talán akkor az étel is főszerepet kap? Igen, két fronton zajlanak a harcok ezen a napon, az egyik a sport természetesen. A diákok rengeteg sportágban mérkőznek, egyéni és csapatsportágban versenyeznek, ezekért pontokat kapnak, egyénileg is és osztályonként is, és ezzel párhuzamosan a szülők pedig főznek, és főzőverseny is zajlik az osztályok között, amiért szintén pontot kapnak, és a kettőt együttesen is értékelik a nap végén. Tehát ez szórakozás és verseny is egyúttal. Ez mennyire nyitott rendezvény? Gondolok itt arra, hogy ez ilyen bennfentes dolog, hogy csak a krúdisok és a szülők jöhetnek, vagy azért egy-két érdeklődő besúranhat? Persze, mindig van besúranó, úgyhogy, de alapvetően a krúdisoknak szól, de a múlt évek azt mutatták, hogy jönnek a Zrínyiből, jönnek a Vasváriból, jönnek külsősök is, úgyhogy ezáltal egy kicsit nyíltabbá vált az egész, de ennek örülünk egyébként, hogy viszik a hírt, hogy azért a Krúdi az a Krúdi, tehát azért ez volt a cél is egyébként, úgyhogy ez mindenféleképpen nyitottá vált így. A sport is a főszerep, nem feltétlen csak az ízeké, a kulináris élvezeteké. Hát, hogyha a Krúdiról van szó, lehet, hogy ez kellemetlen dolog, de én nem tudom, hogy melyik sportágban a legerősebb az iskola. Van ilyen, amit... akkor pótoljuk ezt a hiányosságomat. A legerősebb az egyértelműen a kosárlabda. Kosár. Így van. Ez már nagyon-nagyon régóta az egyik levezető sport a Krúdiban. Annak idején még a Tatos Pista bácsi, aki sajnos most eltávozott tőlünk, 94 éves volt egyébként, tehát óriási kort élt meg, és ő kezdte el, és a krúdis diákok mai napig visszajárnak, mert vannak ilyen öreg fiú csapatok, igen, és bizony megmérkőznek március 15-e környékén egymás alól a mostani diákok és a régiek. Csapnak össze. És a holnapi rendezvényen is a kosárlabdáé lesz a főszerep, vagy lesz esetleg más sportág is, ahol meg lehet mutatni, hogy ki mit tud? Talán nem a főszereplő, nagyjából mindegyik, azt gondolom, egyformán fontos lesz. Hát a foci az mindenképpen sláger, a kosár is, floorball lesz csapatsport, vagy sorverseny is lesz, pingpong, sakk, és hát hirtelen ennyi jut eszembe, tehát több minden is lesz. Kötélhúzás, igen. Mert a különböző ügyességi játékokat is szerveztünk. Aha. Lesz ilyen, hogy élőcsocsó, például sumó, buborékfoci. Tehát amiket így igazából a mai fiatalságot úgy jobban megmozgatja, mert hogy különlegesebb. Tehát tényleg egy ilyen fesztiválszerűt szeretnénk szervezni, és így az előbbi kérdésre én is kicsit reagálva, nincs kizárva, vagy nincs ellenünkre, hogyha ebből egy kisebb fajta városi rendezvény kerekedik a Krúdi neve alatt, és azt tapasztaljuk, hogy a környékbeliek is, mivel elég nagy hangzavarral vagyunk, környékbeliek is elég sokan betérnek hozzánk. Ezt
esznek egy jót, szórakoznak egy jót. A rendezvényen folyamatosan van egy színpad, és a színpadon folyamatos produkciók vannak. A produkciók körülbelül egyik felét a diákjaink produkálják, akik nagyon sokszínű együttesekben vesznek részt, de vannak olyan városok. Tehát akkor város, ez zenei produkciókra így van, zenei, táncos, zenei produkciókra, és vannak a városban is olyan együttesek, táncegyüttesek, amelyek visszajáró vendégeink. Szeretik magukat megmutatni, mert úgy érzik, hogy érdemes a rendezvény arra, hogy megmutassák magukat. Kik Zumba fognak fellépni? Egy pár ilyen kis nevet csepegtessünk, hogy aki esetleg érdeklődik és ráér, csoda szépen fog sütni a nap, ugye ezt megbeszéltük. A Nyírségtánc együttes ígérte, hogy eljön, az Igrice, ők biztosan fognak jönni, az Y2K, tehát vannak fiatalokból álló zenekarok, amelyek, akik föl gimnazista korosztály számára játszanak. Meg hát gondolom, ilyen rock, vagy populárisabb zene, vagy bármi ilyesmi, de ez is mutatja, hogy mennyire aktívak mondjuk a diákok a Krúdiban. Hány órától kezdődnek a rendezvények, a programok? Már a reggeli óráktól, akár 7.45-kor, becsengetés idejénkor, vagy hogy fog működni? A tudomásom szerint az első osztály 6 órakor fog bepakolni. Reggel 6-kor, hát üstöket hoznak, azért, hogyha egy komolyabb adag gulyást akar valaki főzni, az 5-6 óra, mire abból étel van, úgyhogy elkezdik lelkesen. Tehát aki 7 órakor jön, ott már egész nagy tömeget fog találni. De a hivatalos megnyitó az 9 óra körül lesz. És Mazsoret meddig tart vagy majd a mulatozás, mert lesz itt zene, tánc, persze, étel, ital? Hát ez délután 4 óra, 5 óra, 6 óra, mikor hogy jön ki? Igazából majd, hogy nem kifulladásig. Teljes mértékben kifullad, mindenki elveszi utána a fonalat, úgyhogy... De ez egy jó dolog, és hagyományteremtő szándékkal indítottátok útjára, és ez szerintem évről évre egyre több embert mozgat meg. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és arra kérlek, hogy maradjatok még velünk, hiszen a következő percekben a Nyírbálók Foltvaró Egyesület kiállítását ajánljuk. A tárlat a Váci Mihály Kulturális Központban tekinthető meg a következő hetekben. Különleges tárlatot ajánlunk Nyíregyházán, már is jönnek a részletek. Monumentális szobrok és provokatív ábrázolás. Főként ezek jellemzik a világhírű szobrászművész Virgilius Moldován munkáit. A román származású művész első magyarországi kiállítását a Nyíregyházi Városi Galériában, a Pályura teremben és a Váci Mihály Kulturális Központ földszintjén tekinthetik meg az érdeklődők. A művész saját bevallása szerint a nagy méretek és a nem megszokott ábrázolásmód direkt a feltűnést és a megbotránkozást szolgálják. A kiállított darabokat Németh Erika, a Városi Galéria művészeti vezetője válogatta.
Az egyik kolléganőm, aki a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumon velem együtt tanított szakot, ő ismerte Virgilius Moldován művész urat, akivel együtt jártak középiskolába Romániába, és onnan ez az ismerettség, és többször járt a művészeti szakgimnáziumban, és egy nagyon jó munkakapcsolat, baráti kapcsolat alakult ki, és utána jelezte, hogy nagyon szívesen jön neki állítani Nyíregyházára, mozgalmasnak találta a várost, érdeklődött a helyi fiatal képzőművészek iránt is. Szobrász restaurátorként is dolgozik. Bécsben számos világhírű épületen dolgozott, ahol kifejezetten a figurális dolgokat restaurálja, bármiféle technikai dolgot képes megoldani. Úgy mondják, hogy in situ farag, tehát például a magas állványzat tetején képes egy-egy szobrot úgy bepótolni, hogy a helyére illeszti a követ, és ott a helyszínen faragja. Tehát rendkívül nagy tudása van, anatómiai ismeretei, és ugye a technikai ismerete. A Bécsben élő Virgilius Moldován a kortárs művészet meghatározó alakja. A Városi Galéria termeiben érzelemgazdag, néhol ironikus bronzportréit láthatják az érdeklődők. Nagyméretű szobrai a posztmodern stílus jegyében a társadalom jelenlegi helyzetére reagálnak. A művész a megnyitón kiemelte, általában ellentétesek a vélemények munkáiról. Hozzátette, legtöbben úgy gondolják, ilyen csúnya szobrokat ki sem kellene állítani. Mindig modell után dolgozom, ezért a műveim eléggé reálisak. Talán ezért is háborodnak fel sokan a látványuktól, hiszen magukra ismerhetnek egy-egy alkotásban. Sokszor a közéletből és a politikából is ihletet merítek, ezeket azonban metaforikusan jelenítem meg a műveimben. A szobrok sokszor kiverik a biztosítékot, egyszer egy pert is elveszítettem, egy modellemet hősies pózban mesztelenül ábrázoltam, ő pedig beperelt, hogy nem használhatom többet az alakját, mert nem volt elégedett. Ez is bizonyítja, hogy a művészet szabadsága csak a szlogen, nem pedig az igazság. A Págyura teremben javarészt műgyantából és szilikonból készült akszobrokat láthatnak az érdeklődők. A művek az emberi testen keresztül próbálják ábrázolni a belső lelki állapotokat. Ezek olyan hatást keltenek, amelyek miatt inkább felnőttkorú látogatóknak ajánlják. Ez a fajta alkotási és megjelenítési mód páratlannak számít a világkortárs művészetében. A tárlat mindhárom helyszínen május 10-ig látogatható. A robotikáról azon belül is most már mondhatom úgy, hogy a bank is robotikáról már volt szó itt a Weekendben többször is. Visszatérő vendégünk, aki már rég volt itt a stúdióban, Zsigó Zsolt tanár úr, valamint két fiatalember, két tanítvány, Vas Bertalan és Tóth Bence. Sziasztok, üdvözöllek titeket! Jó hír, hogy folyamatosan fejlődik a csapat, cserélődnek is a fiatalok. Milyen sikereket értetek el az elmúlt években? Mire vagy a legbüszkébb, tanár úr? Tavaly, amikor Rómában a Maker Faire kiállításra kijutottunk, úgy gondolom, hogy az volt az egyik ilyen csúcspont ezzel a okos tűzoltókabát, vagy intelligens tűzoltókabáttal, és mi ezen a vonalon fogunk maradni. Valahogy a robotika egy picit háttérbe szorult, és inkább ez az innovatív műszaki fejlesztés irány az, ami most folyik nálunk. Igaz, hogy a robot oldal is megmaradt, mert éppen most egy félkész projektünk van, egy víz alatti kutatórobot épül, és éppen a nyírségvíz segítségével a kisvárdai üzemben tudtuk az első teszteket tegnap megcsinálni ezekkel. Hihetetlen, hogy honnan jönnek ezek az ötletek eleve, meg hát az is nagyon kiemelendő, hogy a diákok mennyire partnerek ezekben a dolgokban. Sőt, szerintem akadnak olyanok, amikor ők javasolnak, vagy ők találnak ki valamit, és akkor így elindul a gondolkodás, hogy mit lehetne ebből kigyúrni. Nem is tudom, hogy hogy születhetett meg az a különlegesség, amit mondjuk elhoztatok magatokkal. Mi ez? Mutasd be, kérlek, és azt is elmondhatod, hogy kinek az ötlete alapján valósult meg. Ez, amit a kezemen látható, ez az okos kesztyű. Ez az eszköz azt a feladatot végzi, hogyha egy sérült ember, egy süket vagy egy néma felveszi magára, és mutogat vele, akkor a jelbeszédet hanggá alakítja, és így olyan emberek is meg tudják érteni ezeket az embereket, akik nem ismerik a jelbeszédet, vagy egyáltalán nem jártasak ebben. Ez kinek az ötlete alapján készült?
Az ötlet onnan jött, hogy nézegettünk neten olyan kesztyűt, amely nem a jelbeszédet alakítja hangá, hanem a segítségével a jelbeszédet tanulni lehet. Aha. Tehát egy laptopon keresztül, hogyha látok egy ábrát mondjuk a képernyőn, és én ugyanúgy mutatom a kesztyűvel, akkor kipipálódik ez az ábra, tovább lép, és akkor a következő jelet is mutatnom kell. Tehát lényegében ehhez a kesztyűhöz neked a jelelést is el kellett majd, hogy nem sajátítani, igen, legalábbis az alapokat, vagy már ismerted a jelnyelvet? Nem, egyáltalán nem. Legalább fejlődött, tanult is, hát ez hihetetlen jó dolog. És megkerestük itt a városban Fazekas Dórát, ő jelnyelvoktató, és ő kezdte bevezetni Bencét ebbe a jelnyelv rejtelmeibe. Nem olyan egyszerű ez, mert meglepő, de Magyarországon 7 nyelvjárása van ennek a siketnyelvnek. Szerintem szóra is tudja bírni a kesztyűt, Bence, most. Mert hogy ezt meg is tudjuk mutatni most, hogy ez igenis ez egy működőképes, igen, dolog. Igen. Tehát amit elkezdesz jelelni, akkor azt lényegében elmondja a gép, elmondja a szerkezet, tehát a siketek, nagyot hallók, akik jelnyelvvel kommunikálnak, az meg tudják magukat értetni, igen, a világgal. Egy autószerelőnél. Na nézzünk valami egyszerűbbet. Egyszerűbbet be is mutatom. Én diák vagyok, aki segíteni akar sérült embereknek. Azt a mindenit. De ennyit tudok hirtelen mondani, ez tényleg azt a mindenit. És az a legmegdöbbentőbb, hogy ezt egy ilyen kis, de is tudom, drót áradatból raktátok össze, igen, ahogy látom. Tehát mik az alapjai? Tehát, hogy jó, persze nem feltétlen szakmailag, de mert hogy én sem értek nagyon ezekhez a dolgokhoz, kütyükhöz, de azért én is látom, hogy ez nem egy iszonyatos oltári, óriási nagy dolog, hanem egyszerű alapokból raktátok ezt is össze. Minden olyan, ami egy mobiltelefonban benne van, az ebben is. Hihetetlen. Gyakorlatilag. Úgyhogy természetesen kisebb, kompaktabbra lesz szükség. Talán még ki lehetne azt is használni, hogy a hangszóró az a mobiltelefon legyen, és akkor ez még kisebbé. Igen, és akkor tényleg az, aki használná mondjuk ezt a így van találmányt, akkor felveszi a kesztyűt, ott a mobilja, leteszi, pontosan, és akkor eljeleli, hogy szeretnék kérni egy kiló kenyeret így például, van, és akkor van, tényleg megkönnyíti az életét. Hasonló dolgot amúgy láttatok már interneten? Tehát, hogy ez egy létező dolog? Mert ilyenkor a találmányoknál mindig az van, hogy ó, basszus kulcs, ezt már valaki feltalálta. Persze az MIT hallgatói csináltak ilyet, azt mondjuk egy 5 fős csoport csinált, ami volt programozó, fizikus, villamosmérnök, hát ezt meg egy 16 éves bánkis diák. Te is szólalj meg azért, Berci, te milyen élményekkel gazdagodtál az elmúlt hónapokban, mert itt volt mindenféle, hát pláne múlt hétvégén, merre jártatok? Székesfehérváron voltunk a Kutatódiákok Országos Szövetségének a versenyének a döntőjén. És hanyadik lettél, lettetek? Hát én se hanyadik, Bence pedig második lett. De azért egy ilyen megmérettetésen ott lenni bánkisként, azért ez nagyon nagy dolog. Igen. De mivel szeretnél foglalkozni? Érdekel ez a dolog, akár úgy is, hogy neked ez legyen a célod, és ez legyen a foglalkozásod? Igen. Tehát szeretnék, akkor nem csak hobbi jelleggel akarjátok ezt így, igen, meg... Egy kicsit hagyárjoljam már a képet. Igen? A sehanyadik azért az azt jelenti, hogy a Kárpát-medence 6 legjobbja között ott volt 2 bánk is. Azért tehát mondom, hogy ez az egész Kárpát-medencére kiírt verseny, tehát nem csak hazai, hanem a felvidéki, a vajdasági, erdélyi diákok, magyar anyanyelvű diákok is részt vesznek ezen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a 6. hely az olimpián is pontszerző, és úgyhogy erre nyugodtan legyél büszke, Berci. Ezt a kesztyűt bemutatta ugye most Bence, milyen találmányok, vagy éppen kütyük feltalálásánál, megalkotásánál lehettél ott az elmúlt időszakban? Miket csináltatok még? Én most izomvezérelt eszközöket készítettem, az úgynevezett EMG-vel vezérlek dolgokat,
ami az elektromiográfia kifejezésből adódik. Ezt az orvostudományban használják a mozgató idegeknek a mérésére, és ezzel ki lehet deríteni különböző betegségeket, és én ezzel a technológiával építettem egy kapcsolót, ami egy izomfeszítésre vezeték nélkül be lehet kapcsolni bármilyen nagy feszültségű dolgot. És építettem még egy robotkezet is hozzá, ami ugyanígy vezeték nélkül működik, és ezzel már meg lehet fogni és szorítani dolgokat. Azt a mindenit, hihetetlenek amúgy a mostani srácaitok is. Gratulálok nektek, további sok sikert kívánok. Van rengeteg ilyen verseny, megméretetés hazai szinteken és Európa, meg hát országos világszinteken is, úgyhogy van hova még fejlődnötök, meg hát rengeteg kreativitás, hajrá. Én köszönöm, hogy velünk voltatok, és egy nyereményjátékot ajánlok nektek is, meg a nézőknek is, mert Fehérvári Gábor, Alfred, Freddy nálunk volt a zenésztársaival, és 3 darab CD-t hagyott itt nekünk, ezeket lehet tőlünk megnyerni. A kérdés egyszerű, melyik évben képviselte hazánkat Freddy az Eurovíziós Dalfesztiválon? A. 2014-ben, B. 2015-ben, C. 2016-ban. A tippeket az alábbi megfejtésekre várjuk, természetesen névvel és telefonszámmal ellátva, és a leggyorsabb helyes választ megíró még egy bónusz dedikált fényképet, plakátot is kaphat. Én köszönöm szépen figyelmüket, mi ezzel búcsúzunk, illetve nem feltétlen csak a bánkisokkal, hanem Freddyékkel, mert énekeltek még nekünk itt a Weekendben. Ez már csak egy üres ház. A tegnap elpakolt a kire, mondták nagyon jó, vigyázz, neki könnyebb lesz elengednie. Jó barátom az alkonyat, védő kezeit levette rólam, tükrömön pár új lenyomat mutat rá. Milyen vak is voltam, légy hát újra látható iránytűm, hajlíts magad felé, bár másholnap fény várható, utam déli pápol hintenép, légy hát újra látható, ne rejtőd az éjfágylai mögé, légy angyalok a szárnyaló srepői az árnyékon fölé. Ránk szakadna a bűneinkkel körbe rajzolt ég, mielőtt ránk szakadna egy kézzel formát jelet küldenék. Mielőtt ránk szakadna minden, ami sohasem volt elég, mielőtt ránk szakadna egy kézzel formát jelet küldenék. Oh, 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 na 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 na. Bánt, aki térdre ereszkedő, téged bánt, aki érted fohászkodó, mi fontos az elfelejthető, s ha akarsz maradni álmodozó, a függőt ezen ne felengedték, szeretteim rám vigyázzatok, a szerelmem elszerették, s ha mindenki akkor én is hibázhatok. Mielőtt ránk szakadna a bűneinkkel körbe rajzolt ég, mielőtt ránk szakadna egy kézzel formát jelet küldenék. Mielőtt ránk szakadna minden, ami sohasem volt elég, mielőtt ránk szakadna egy kézzel formát jelet küldenék. Mielőtt ránk szakadna a bűneinkkel körbe rajzolt ég, mielőtt ránk szakadna egy kézzel formát jelet küldenék.
megszakadnak minden, ami sohasem volt elég, mielőtt ránk szakadnak egy tészel formát jelent.